Hősen nélküle nincsen vidám szó. A nagy poénok ballábas hőse, indul a kávölgyi song. Köszöntöm Önöket! Én is nagy szeretettel és rajongással köszöntöm kedves minnyájukat. Ne is húzzuk az időt, hogy minél több kívánsággal szerezzünk boldog és felejthetetlen pillanatokat Önöknek. Híradó kedvelő nézőink közül sokan kérték a Fények című hírműsor 2 hónappal ezelőtti adását. Szász Ferencné, Katus ezzel a műsorral kedveskedne húgának, Hédinek és nővérének, Izabellának, helyő pacsmagról. Küldi a Fényeket továbbá szomszédjának, Nagy Kálmánnénak, Klárikának és lányának, Gézának. Kollár Ibnéné Taktaruzsányból küldi Bódi Katinak és Icának, valamint Kun Katinak, Kun Imrének és Ikreiknek örkényzukba. Lássuk a Fényeket! Jó estét kívánok! Rettenetes kettős gyilkosság történt Szentlacházán. Ott van a helyszínen tudósítónk, Keszthelyi Nóra. Nóra, lehet-e tudni már valamit a kettős gyilkosságról? Igen. Igen. Igen? A rendőrség 12 órája helyszínen. Balogh néni és Balogh bácsi, akiket a faluban csak Balogh bácsiként, néniként, Balogh bácsiként, és Balogh néniként ismertek, szörnyű kínhalált szenvedtek. A gyilkosok Balogh nénit és Balogh bácsit is megerőszakolták, mielőtt lefejezték volna őket. Vérben úszik az egész ház. Annyira véreztek? Rettenetesen véreztek. Balogh néni és Balogh bácsi ráadásul még vérhigítót is szedtek. Meg tudsz valakit szólítani ott a faluban? Itt áll mellettem Sótonyi Péter polgármester. Polgármester úr, Szentlacházán történt-e már ilyen büntény? Kettős gyilkosság nem történt a faluban, soha nem volt még ilyen. A Margitai nénit azt tavaly meggyilkolták, de nem erőszakolták meg. A Baranyai bácsit azt a szomszédja fölnégyelte, de meg is érdemelte. 3 évvel ezelőtt történt, hogy fiatalember fölakasztotta magát, magánál fogva magát az erdőben, de a szerelmi gyilkosság volt. 4 éve volt egy nagyon csúnya késelés itt a presztó előtt. Nem, a kocsma előtt, bocsánat. Vagy pontosabban a pályaudvar előtt, vagy már benn volt. A dugós marcsit szabdalták szét a futtatói, de sósavat már csak akkor öntöttek rá, mikor már beállt neki. Már, hogy beállt, tehát megjött neki a halál. De ilyen, hogy, tehát konkrétan, hogy kettős gyilkosság, ilyen nem volt a faluban. Ezt így nem. Úgy látom, megérkezett a helyszínre Szigetvári Alex, rendőrnyomozó. Szigetvári úr, hogy áll az ügynyomozása? A tanú meghallgatások után, és folyamatosan, menjenek vissza! Tehát, hogy a balokházas már mindkét fejét újra gurítsák. Erre azért van szükség, hogy eldöntsük, hogy reális-e, hogy több száz méterre találtuk meg ugye az elgurítás színhelyétől. Ennek az intézkedésnek a rekonstrukciójára komoly fizikus szakértőket kértünk föl. A szakértők közül leginkább egyet. Ennyi, elnézést kérek. Köszönöm. Keresztes Lóránt, kriminalista fizikust kérdezem. Miben tudják segíteni a rendőrség munkáját? Tudnunk kell, hogy a fejgördülés együttatója, a gamma y, milyen lassulási koszinusz értéket mutat. A pi konstans gyöke kiadja aztán már az alfa hányadost, amelyből már egy egyszerű képleten levezethető a vérzési mutató. Ez az alfa szorzat a pi-vel osztva, omega négyzettel és aztán megszorozva 12,3-mal, ez már simán kiadja a talaj görbületét. Tehát még egyszer hangsúlyozom, tehát a pi osztva 12,3-mal a talaj görbületét. Most kaptuk a hírt, hogy az újpesti iskolákban az alsósok tanárnők feneke alá rajzszöget tettek. Szilágyi Bálint pszichológus kérdezzük. Szilágyi úr, hogy történhet ez meg napjainkban?
Nem beszéltünk korai magömlésről, hiszen 7-8 éves gyerekek csintevéséről van szó. Ugyanakkor az erekció kiválthat olyan döntéseket a nebulókból, amely egy kényszeres cselekvés. Ugye? Ilyenkor a viccfaktor legyőzi az ítélő képesség úgynevezett funkcionális realitását. Tudnunk kell azt is, hogy a lányok hüvelyérzékenységét mindez nem befolyásolja. Köszönjük szépen! Londonban, az aranyhalál idősek otthonában feltételezhetően kábítószer túladagolásban meghalt egy 109 éves tajvani asszony. Ezek voltak a fények. Következő adásunkban beszámolunk arról, hogy Kornis atya hogy zaklatott egy diáklányt egy haranglábbal. Beszámolunk továbbá arról is, hogyan vakította meg cellatársát egy előzetes letartóztatásban lévő államtitkár. És a legfrissebb. Rogán Antal javaslatára Fazekas Sándor Izraelben a magyar sertéshús exportjáról kezdeményezett tárgyalást. És sajnálattal kell közölnöm, az időjárás jelentés ma elmarad, mert meteorológusunk bestiálisgyilkosság áldozatává vált Kékestetőn. Köszönöm figyelmüket! Telefonban van egy hallgató. Jaj, de jó. Kihez van szerencsénk? Csordás Dezső vagyok. A faluban csak csutka. Bükkösszántóról. Mit szeretne látni és hallani, kedves Dezső? Dezső vagyok, Bükkösszántóról. Így csak csutkának hív mindenki. Igen, igen, ezt már tudjuk. De mi a kívánsága? Akkor mondom, lemaradtam a Barátok közt legutóbbi adásáról. Nagyon szeretném megnézni. És ezt kérte még Bözsi mama és Bözsi papa Szurdokfürdőről, valamint a Csillagvölgyi Nyugdíjas Klub drága lakói. Ő a lányod, a Timike. Szegény Magdi anyus, kiesett az ablakon. Már megint meghalt. Mindig ezt csinálja. De gyönyörű. Ugye? És most takarodj az életünkből, te szemét! Figyelj, öcskös, én tudom, hogy még mindig fáj, hogy fejbe rúgtalak, meg hogy nem kellett volna rád küldenem a fasírtót, hogy lapítson szét egy traktorral, meg hogy nem kellett volna, hogy szilánkosra törjem mind a két lábad, de gondoltam, legrosszabb esetben majd jársz a kezeden. Bár hogyha tudom, hogy ennyire szar vagy kézenállásból, akkor nem zúzom szét mind a két lábad. Lehet, hogy nem hiszed el, de mondtam az embereimnek, hogy csak az egyik vesédet rúgják le. Vesét tudja, az lehet, abból van másik. De hát, tudod, milyenek a fiúk, ha túlteg bennük az adrenalin. És megígérem, hogy többet nem zárlak be egy órára a szaunába. Veszek neked egy saját lélegeztetőgépet, és már ki is nyírtam két vesedonort. Hát végül is tesók vagyunk, nem? Miklós! Miklós! Már nem vagyok a férjed, elfelejtetted? Szemét állat! Bocs, nem tudod, hogy most kinek a csaja vagyok? Kiment a fejemből. És még Magdi anyus is leesett a lépcsőn. És meg is halt. Mindig ezt csinálja. Vili bácsi! Vili bácsi! Mi már szeretkeztünk? Nem emlékszem, Zsófi. Várj csak! Jelen mégsem. Köszi! Szívesen bármikor állok rendelkezésedre.
Szupi. Imádjuk az állatos csatornákat, de sajnos már nincsenek. Dehogy nem. Ott fut! De cuki! Hú, de gyors! Nézd, milyen szép az a fekete! Fú, de izgi! Szeresse továbbra is az állatos csatornákat. A patkány is állat. Itt van ez a Német Tudományos Intézet által bevizsgált fogkrém. Szerintem szom. Ezt a fogkrémet 10 fogorvosból egy nem ajánlja. Hogy megnőttél a reklám alatt, Timike? Nehogy azt higgy, Miklós, hogy szeretni foglak, mert hozzám szóltál. Én csak arra gondoltam, hogy esetleg... Azt hiszed, hogyha gondolkodsz, szeretni foglak? Hülye b***. Hogy beszélsz, Timike? A Magdi anyus nem bírja ezt a stílust. A Magdi anyus meghalt. Meg. Mindig ezt csinálja. Mackó! Megettél 6 zserbó szeletet, 8 dobos tortát, 4 somlói galuskát, megittál 10 sört, 8 felest és 2 üveg bort. Te cukros vagy? Hogy nem haltál még meg? Na azért. Hirtelen milyen nagy lány lettél, Timike? Megyek a diszkóba, és ne mondd, hogy ne menjek, Miklós, mert magasról tojok rád. Elviszlek kocsival. Azért, mert kocsidban azt hiszed, hogy most már menő vagy? Utállak. Itt van, tessék. Megvetted nekem a diszkót? Te szemét! Magdi anyus leesett a létráról. Meghalt. Mindig ezt csinálja. Ha a Géza visszajönne, lehetne a Hanna pasia. De Aliz, ha én lefeküdnék a Ádámmal, te meg a Krisztiánnal. Akkor a Miklós lefeküdhetne a Julival. Az Attila a Bözsi mamával. Akkor téged a Vili bácsi. A Szupi! Timi, nem is vettem észre, hogy annyi idős lettél, mint én. Te mindenbe belekötsz, Miklós. Te mekkora egy mocsok vagy. Pedig megvettem neked azt a férjet, akit a múltkor kinéztél magadnak. Gyűlöllek. Figyelj, Ági! Rájöttem, hogy veled még soha nem szeretkeztem non-stop. De Attila! Mi testvérek vagyunk, nem emlékszel? Testvérek? Ez kiment a fejemből. Hogy megöregedtél, Timike? Fogod be a pofád, Miklós! Vettem neked egy
giga fehér botot és egy giga diotriás szemüveget. Hogy törjön el a gigát, te nyomulós kopasz. Megvettem neked az egész nyugdíjas otthont. Hogy mi van? Nem hallom. Megvettem neked az egész nyugdíjas otthont, hogy ott rohadjál el, te kis hülye. Köszönöm, apu. Köszönöm. Üdes vagy. De Zami! Na, szép vagyok, csajok. Ádám, nem fekszel le velem? Nem, én ma az Alizzal fekszem le. Elfelejtetted? Dehogy is, Ádám. Te ma a Berényi Ágival fekszel le. Dehogy is. Az Ági ma a Zsolttal fekszik le. A Krisztián meg a Hannával. Jó. Akkor én a Mikivel. Nem, nem. A Miki ma a Nórával fekszik le. Nem. A Nóra ma a Robival fekszik le. Viszont akkor én lefekhetek a Attilával is. A Miki sajnos hoppon marad. Nem marad hoppon. A Miklós ma a Julival fekszik le. Vagy a Magdi Anyussal. Itt a kis rózsaszín naplón, jegyzeteljek. Egyébként nem látta valaki arról a remet? A Magdi Anyust elvesztettük. Nagyon kedves levelet kaptunk Balogh Boglárkától, Mária Ostorostról. Kedves műsor! Évek óta szomorú vagyok, elkeseredett, szegény, és egy jobb életre vágyom. Ezért nagyon szeretnék egy asztroshow műsort megnézni, ahol nagyon jó lányok, asszonyok segítenek elesett embertársaiknak. És küldeném Olginak, Béninek, Sárának és Karesznak Szentpatakra, mert ők is nagyon szomorúak, elesettek és szegények. És küldöm még nagyon szomorú osztálytársaimnak Kiskunfertőre, a boldogtalan Marosi családnak, Pécsasszonyfára, és Turcsányi Klára nénnek, aki nagyon szegény, valamint Csík Csengének és Imrének pátyra. Kedves Boglárka, nekünk a maga kérése parancs. Köszöntöm Önöket! Mariette vagyok. Hívjon most, és sok egyéb mellett az újhold erejével garantálom a boldogságot, a gazdagságot, jólétet, biztonságot, kiegyensúlyozottságot, szerelmet, egészséget, véget nem érő orgazmust, sejmes bőrt, vizelettartást és formázott székletet. Mindenben segítek. A múlt héten Gézának kinőtt az amputált lába. Tudom, hogy van egy féllábú Tibor a nézők között. Hívjon Tibor. Tibor? Nem. Gömbös nép, Palotai Klára vagyok. Rontás van rajtam. Szeretnék tőle megszabadulni. Azt majd én megmondom, hogy van-e magán rontás. Mikor született Klára? 1952. május 4. 18 óra 50. Anyám neve... Ne fontoskodjon. Nem érdekel az anyja neve. Engem sem. Csak gondoltam, hogy... Az anyja nevére csak fogyóholdkor lenne szükségem. A kártya azt mutatja, hogy magánrontás van, és nagyon régen szexelt. Jól látom? Jól, aranyom, jól. Azt is látom, maga 63 éves. Úgy van. Most akkor leveszem a rontást. Kész, ennyi. Köszönöm. Ó, csak nem a fél lábú Tibor. Tibor vagyok, de megvan mind a két lábam. Akkor minek hívott? Elveszi a lehetőséget fél lábú honfitársai elől. Kénytelen vagyok magára tenni egy rontást. Műfogsorom van, de soha nem használtam rögzítőkrémet.
Most már tudom, ezért nem kívántam a férjemet soha. Egyáltalán nem ment a szex. Végül kipróbáltam a kollégát. A kollega kiválóan vizsgázott. Meg is feledkeztem a műfogsoromról. Most már minden nap használom a kollégát. Ne menj el! Gyere vissza! Gyere vissza! Kérlek, gyere vissza! Hova mész? Ne csináld! Kérlek, maradj itt! Ne hagyja, hogy menjen a hasa. Menjen vele! Jó napot, Marietta. Gizella vagyok. Miben segíthetek? Bármiben. Szar az élet. Már is nézem. Hát, kedves Gizella, magának bizony szar az élete. Azt olvasom ki a kártyákból, hogy társra vágyik, és elege van a nélkülözésből. Jó, most elvégzem a mágiát. Szerzek önnek egy férfit. Leszbikus vagyok. Akkor meg hívja Trixit, ez az ő specialitása. Köszönöm, hogy hívott. Leszem megállkom el. Halló, Marietta vagyok. A leszbikus hívja Trixit. Bianca vagyok, és hetero. Hány éves Bianca? Nem mondom meg. Mikor született? 1937-ben. Miért hívott Bianca? Elhagyott a párom. Igen, a kártya is azt mutatja. Összeszűrte a levet egy másik nővel, tisztán látszik. Nem úgy hagyott el, meghalt. Úgy van, azt mondom, meghalt. Sokat szenvedett. Nem szenvedett, semmi baja nem volt. 98 éves lett volna Józsi a jövő hónapban, de elment. Igen, 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 most már látom Józsit. Kísértetés, hogy majdnem megért a 98. születésnapját. Pontosan. És még pajzánkodtunk is sokan. Látom, ez gusztustalan. Józsi bővérű volt, gyereket akart, de én már alkalmatlan voltam rá. Akkor hívja föl Eufrozinát, ő petesejt mágiával foglalkozik. Dehogy kell nekem petesejt? Akkor meg hívja föl Trixit. Ő a leszbikus látó? Igen. Köszönöm, Marietta. Nekem még egy Józsi nem kell. Hát, már ennyi. Holnap is várom önöket. Hívjanak és garantálom a boldogságot, a gazdagságot, a jólétet, a biztonságot, kiegyensúlyozottságot, szerelmet, egészséget, a véget nem érő orgazmust, a sejmes bőrt, a vizelettartást és a formázott székletet. Mindenben segítek. Ja, és ha a féllábú Tibor most lát engem, holnap várom a hívását. Viszontlátásra! Rajka Rozália a következőket írta. Kedves szerkesztőség! Várbogyorsról írok önöknek. Kisunokám rendellenességgel született, négy keze van, nem megy rá a kezes lábas, ezért nagyon elkeseredett. Valami olyan műsort szeretnék kérni, amiből erőt meríthet az élethez. Ehhez nincs nagyszerűbb műsor, mint az X. század májusi adása. Ebből elleshető az életigellés fogyatékosok számára is. Ezt a műsort kérte még tőlünk Szarvas Károly Tisza Párkányról, akinek hiányzik az egyik combja. Ezt szeretném látni továbbá Horgas Jenő és Kohut Iván, egyfülűek Tisza Kocsányról. Jó estét kívánok! A Balatontól délre, Tóbedres falvától minden 40 kilométerre fekszik Tápió Palóznak. A legenda szerint negyedik Béla is járt itt, és itt vesztette el a szüzességét Mária Terézia. 1959-ben a falu nagy eseményre készült. Vecsésiné, Pióker Amáliánál megindult a szülés. Több mint 10 éve nem szült senki a faluban. A bába is a szomszéd községből érkezett lovaskocsin. Sima,
komplikációmentes szülés volt. De a kis jövevény kánonban sírt fel. Vecsési Palika két fejjel jött a világra. A család élete felbojdult, csak úgy, mint az egész falujé. Így emlékszik erre vissza az édesanyja. 1959. április 16-án hajnali 4-kor szóltam az uramnak, hogy Pali, elfolyt a magzott víz. Erre a Pali kiugrott az ágyból, és összeesett. Siettem a Jolikához, a szomszédasszonyhoz, hogy hozzon segítséget. Nem sokkal később megérkezett Mária asszony, a bába, a Vajúdó asszonyhoz. Ő így emlékszik. Emlékszem a Máliára, nem sokáig vajúdott, könnyű szülése volt. De a két fej meglepett. Az egyik szőke volt, kék szemű, a másik majdnem fekete és barna szemű. És két hangnemben sírtak fel. Nézzük meg, hogy idézi fel ezt a különleges napot az édesapa, Vecsési Pál. Nem tudok semmit sem mondani, mert mikor felébresztett a nejem, aki akkor még szép volt, és mondta, hogy elfolyt a magzatvíz, én kiugrottam az ágyból, összeestem, és meg is haltam. Ilyen fiatalon haltam meg. Nagy tragédia volt ez nekem. Csúnyán megöregedtél, asszony! A gyengébb idegzetű, egyfejű nézőink most ne figyeljenek. A kis Palika immár 56 éves. Most vele beszélgetünk, és érzékenyebb nézőink kedvéért Palika fejeit kitakartuk. Igen, hát nem volt könnyű gyerekkorom. A másik fejem tejfoggal jött a világra. Állandóan megharapott a kis rohadék. Ez így nem igaz. Mindig elszoptad előlem a tejet. Nem, te hazudsz. Hazudsz, érted? Megint hazudsz. Nem is szoptam, mert anya te érzékeny voltam. Az egész életemet megkeserítetted. Emlékszel, amikor 18 éves koromban a szekeres Marcsival csókolóztam? Emlékszel? Miért kellett neked közben kiszívnod a nyakát? Igen. Igen, és amikor te a Sári melleit fogdostad, ha? Amikor Sári az én csajom volt, ha? Ez egy baromság. Kettőnknek csak két kezünk van. Onnan tudod, hogy a Sárit én csöcsörésztem, és nem te. Ezek a fiatalkori torzsalkodások szép lassan alábbhagytak, de azért ma sem konfliktusmentes a kétfejű Palika élete. 25 éves lettem. Mi az, hogy lettem? Én is pont akkor voltam 25 éves. Jó. Szóval, amikor 25 évesek lettünk, beválogattak a falu foci csapatába. Mivel két lábunk volt, ezért a csapat 11 tagú volt, 12 fejjel. A megyei döntőt játszottuk, amikor a Les határon kaptunk egy szépen beívett labdát, és ez a hülye, ez nem hagyta, hogy én fejeljek, pedig az ő feje lesen volt. Ezért nem lettünk bajnokok. Ekkor dühömben lefejeltem őt. Piros lapot kaptam. A pályát nem tudtam elhagyni, ezért a meccs hátra levő részét lehajtott fejjel kellett végig fociznom. Vajon az édesanyja hogyan kezelte, hogyan tudta kezelni ezeket a konfliktusokat? Hát nem volt könnyű, sok baj volt velük. A szüsszikén már régen folyékonyan olvasott, amikor a kis fekete Palikám az meg analfabéta volt még nagyon sokáig. A szüsszi nagyon szerette a főzeléket, de a kis fekete utálta, ki nem állhatta. Szüsszi az nagy húsevő. De egy ragadozó. A fekete is szereti a húst, de a disznóhúst azt nem eszi meg. Valószínű, hogy Gerét atya ezt már elég korán észrevette, mert a keresztelőn nem volt hajlandó csak a szőszike fejét keresztvíz alá tenni. Egy valamiben nagyon egyetértenek, mind a ketten nagyon kedvelik a morbid humort. Olyan jókat röhögnek az egyfejű falusiakon. A dédapjuk volt kétfejű. A dédapjának a jobb feje belekeveredett valami gyilkossági ügybe.
és ezért kötél általi halálra ítélték. És ugye a jobb fejjel szedte ki a gyilkosságot, ezért a jobb fejét föl is akasztották. A kivégzés után a bal feje annyira rölgött, nem bírta abba hagyni. Abba halt bele. Ha önöknek van hasonló, vagy bármilyen érdekes történetük, írják meg nekünk. Jövő héten egy egyfejű asszony tragikus történetével ismerkedhetnek majd meg. Felhívom kétfejű nézőink figyelmét, hogy őket a téma érzékenyen érintheti. Viszontlátásra! Mányainé Solti Erzsébetnek Ipoly mellékről különleges kívánsága van. Kisfia, a most 5 éves Mányai Zolika, ha nagy lesz, meteorológus szeretne lenni. Zolika édesanyja ezért időjárás jelentéseket kért. Ugyanezt kéri tőlünk Monori Vivien és Pali Csoponáról, és küldi édesapjuknak Zsolca tanyára 80. születésnapja alkalmából. Elsőként a közszolgálati televízió meteorológus kasztingját mutatjuk meg. Ezt követi majd a kereskedelmi televíziók időjárás jelentése. Napfelkelte után még erősen párás, ködös lesz a levegő. Aztán később, naptöltekor, illetve amikor a nap már 45 fokos lesz, vagyis amikor a nap a holddal már 45 fokos szöget zár be, akkor... Vagyis... Izé... Hogy a... Én... Derűs idő várható, sok felhővel. A derűsebb részeken a csapadék mennyisége elérheti a 20 métert. A 20 millimétert. 20 méter a szél sebessége lesz, mely zivatarok idején felhővel lesz tarkítva. Köszönöm önöket! Köszöntöm önöket! Ma borult idő várható. A meteorológus felső ruházatát a Zakó és társa BT biztosította. Nadrágját a Pantalló és fia biztosította. Lábbeliét a Saru és Topán Kft. Szolgáltatta. Finom arcbőre a Pattanás és Kelés ellenes ligának köszönhető. A hófehér fogakért köszönetet mondunk a Szuvas BT, valamint a Lepedik Kft. Munkatársainak. Hajafényességét a Zsír és Korp az ERT garantálta. Egy kedves telefonáló van a vonalban. Halló! Kassai Robertné, Éva vagyok, magyar tanár. Valami olyan műsort szeretnék látni, hogy ne izgassam fel magam nap mint nap, hogy minden tanítványom hülye. Kedves Éva, szinte önnek készült a következő Teleshop műsor. Küldjük ezt még minden lelkiismeretes, odaadó pedagógusnak, akik olyanok, mint Éva néni. Halomban áll a mosatlan. Tele van a szennyes. Szennyeződéssel teli a konyhapult. Térdig gázol a szemétben, a nappaliában. Fejére dől a könyvesporc, úgy megterhelte. Mindez már a múlté, de itt a Maggie, aki mindenben kételkedik. Hello, Bob! Maggie vagyok, aki mindenben kételkedem. Nálunk ugyanis halomban áll a mosatlan. Teli a szennyes. Szennyeződésekkel teli a konyhapultom. Térdig gázolok a szemétben, a nappalimban, és naponta többször a fejemre dől a könyvespolc, mert úgy megterheltem. Mindez már a múlté? Nem, nem hiszem. Lazíts meg, Gyi, és kap be! No de Bob! Ezt a szupererős leszarom tabletta extrát. Jóha! Bekaptam, Bob! Ezek szerint most már nem áll halomban a mosatlan? Nincs tele a szennyes? Szennyeződésekkel nem teli a konyhapultom?
Nem gázolok térdig a szemétben a nappalimban, és naponta többször. Nem dől a fejemre a könyvespolc, mert úgy megfereltem. De igen, csak leszarod. Már érzem is az extra power szkepticizmus erejét. Roger bácsikámat elhagyta a felesége. Elvesztette a munkáját, a gyerekei kisemmizték, felszámolták, kivakoltatták, a nyugdíját megvonták, és amikor az orvoshoz indult, infarktus gyanúval levágta az egyik lábát a villamos. Jó, szegény Roger bácsi, most biztos nagyon el lehet keseredve. Dehogy, hiszen Roger bácsi az új leszalom tablettát használja. Azóta vidáman ugrál fél lábbal a villamosra, és azt sem bánja, valaki lelöki a járműről, mert nem tetszik az arca. De teszteltük az utca emberét. Elnézést, hová megy éppen? Most éppen hazafelé tartok, hogy felakasszam magam. Ezek szerint ön szeretné önmagától megvonni az életet? Igen, ezt terveztem ma estére. Kérem, kapja be ezt, mielőtt megvonná magától az életet. De ugye nem bérgező. Nem mindegy az magának. Hú. Micsoda hatás. Hát eddig azt terveztem, hogy felakasztom magam. De most inkább úgy döntöttem, hogy más program után nézek ma estére. Milyen program után? Leszarom. A leszarom tabletta még a legmakacsabb öngyilkos jelöltet is visszatántorítja. Júj, de jó! Nincs többé idegesítő főnök, nincs többé bosszantó furunkulus, nincs többé öröm, nincs többé bánat, nincs többé motiváció. A leszarom tabletta még a legmakacsabb tudásszomjat is elfojtja. Jaj, Bob, tudod, hogy nekem nincs ez az izém, ez a tudásszomja. Hát igen, megint valóban ostoba vagy, mint egy cseprűnyél. Tudom. Annyi eszek sincs, mint egy galambnak. Túlzol, Bob. Igazad van, Maggie. Szóval annyi eszek sincs, mint egy agyonnyomott muslincának. Korábban zavart, hogy ennyire ostoba vagy. Nem mertél elmenni egy társaságba, mert féltél, hogy valaki megkérdezi, olvastad-e már ezt vagy azt a könyvet? Jaj, igazad van, Bob. Régen rettegtem attól, hogy elmentem egy társaságba, és nem tudtam, hogy valaki mikor kérdezi meg, hogy olvastam-e ezt vagy azt a könyvet. De ez ma már engem nem érdekel. Maggie ma már büszkén hirdeti, hogy egy tapló, hogy Dostojevszkiről azt hiszi, egy portás a legközelebbi nightclubban. Miért? Nem az. Nem, Maggie, nem az. Leszarom. Nincs többé intelligencia, nincs többé gátlás. Az új leszarom tabletta a mosatlan edényekkel és Dostojevszkivel kapcsolatban is teljesen szkeptikussá teszi. Ha most megrendeli az új leszarom tablettát, ajándékba kap egy ki a fenét érdekel csomagot, amelyen bárkit gátlás nélkül lepattinthat, valamint egy ki ha én nem nagy arc generátor, amely a legsötétebb vásárolónak is óriási arcot kreál. Hűha, ez fantasztikus, Bob! Hol lehet megrendelni a leszarom tablettát, a ki a fenét érdekel csomagot és a ki ha én nem nagy arc generátort? Leszarom. Barom vagy! Ilyen barom vagyok. Ökör vagy! Ökör vagyok. Egy mocsok szemét vagy! Egy mocsok szemét vagyok. Hülye vagy! Ezt most megkaptam. Mert hülye azért nem vagyok. Vagyok. A reklámok hazudnak. Nem igaz, hogy a pöttyös az igazi. Van egy nagyon kedves telefonálónk a vonalban, ha jól hallom. Jó napot kívánok! Kit tisztelhetünk önben? Erika néni vagyok, Lengyel Bugacról. Lengyel Bugacról. Mi lenne a kívánsága, drága Erika néni? Tudja, gyermekem,
Én fiatalkorom óta Havas Henrik rajongó vagyok. Most túl a 70-en is nagyon kedvelem. Nekem bármit mutathatnak, ahol a tanár úr szerepel. Akkor levetítünk egy részt Havas Henrik Havas a hátán című műsorából. Küldj el még valakinek. Nem, gyermekem, magamnak szeretnék örömet szerezni. Őt kérte még Pécel Mocsoládról Pista, és küldi nagymamájának közelgő halála alkalmából. Valamint Kecskésné Málika ezt küldi Kuntanyáról Józsinak, Pistinek, Lenkének és Julikának, Pikkesre, továbbá Korporádra Orbán Marikának teherbeesése alkalmából. Következzék Havas Henrik Havas a hátán műsorának egy epizódja. Jó estét! Ma este itt vannak velem Somfai Péter, politikai elemző Maria Jelek, ügyvéd Kosztolányi Mónika, szociológus és Szűcs Aranka újságíró. Én úgy tudom, Aranka a női középvezetők érdekszövetségének az elnöke. Persze egy marhasság, mert ilyen nem is létezik, de minden lesz. Ezen a héten nagyon sok olyan belpolitikai botrány volt, ami ezt ti, hát főleg nők úgysem tudtok hozzászólni. Hát ha már a szerkesztő beleteket hívott, akkor nézzük meg az első bejátszást. Mielőtt megkérdeznének benneteket a diák tüntetésekről, el kell, hogy mondjam, hogy Brezsnyev 27-es koromban majdnem szájon csókolt, hát nem tartozik szorosan ide, de talán megértitek, hogy mégis. Kicsi gyerek voltam még, amikor Dallasban sétáltam, és tőlem 10 méterre lelőtték Kennedyt, osztaltam egy autogramban, aztán ő is kér tőlem egyet. Egyébként a k***ról írtam egy nagyon-nagyon jó könyvet. Na de mindegy. Nézzük a következő bejátszást. Kedden az internetadó ellen tiltakozó tömeg az Erzsébet hídon. Azóta minden nap tüntettek az országban a kormány. Különben nekem volt Magyarországon először mobilom. Igaz, hogy nem világított meg minden, de hát mobil volt nektek, akkor még vezetékes telefonatok sem volt. Ezért bementem egy postára egy csekket feladni, nem én szoktam feladni különben, de bejárani beteg volt, nem tudom én. Aztán mindegy, nem esett le a méregdrága karikagyűrű az ujjamról, ugye elmegyek a postára. Épp rám került a sor, amikor megszólalt a mobilom, Orbán Viktor hívott. Mondom, Viktor, k***oszkor hívtál, de tényleg k***oszkor. Azt ugye mondom, majd visszahívlak, de aztán nem hívtam vissza, hát nehogy már szígyei a Havast lehet rángatni ide-oda. Akar valamit, akkor majd írjon újra. Na, bocsánat, nézzük meg a következő bejátszást, ami van. 1000 forintból nem is lehet, pedig nem vágynak sokra, bőven megelégednének. Na most ehhez azt hiszem, tényleg én értek a legjobban. Fiatal koromban egy nővért fekete harisnyában volt, mondtam is neki, hogy gyászolsz, kisanyám, mire azt mondta, nem, csak úgy gondoltam, hogy szexi, aztán levetette. Tudjátok, hány fekete harisnyás nőm volt nektek? Több, mint nektek így együtt éve. Katona koromban hajtottam a fekete harisnyásokra. Aranka, Mónika, nem tudom, egyáltalán maguk nem leszbikusak, vagy valami ilyesmi. Mindegy, akkor nézzük meg a következő bejátszást. A vasárnapi vásárlás. Az ő idejükben. Hivatali kötelezettségét. És az a helyzet, barátaim. Tekintettel arra. Rohangáltunk össze-vissza. Nix ugri-bugri. Azok a bírák, akik a kúrián döntöttek ebben az ügyben. Ezekről a híres emberekről különben eszembe jutott, amikor 4 éves voltam, belém zugott a Marilyn Monroe, de az apám jelenezte. Aztán kárpótolt az élet, mert Clinton utána Mónika Lewinsky engem is aztán lett, de hát ez már mondjuk régen volt. Egyébként egyszer a Gyurcsányal vacsoráztam, amikor felhívott a Szijjártó, és meghívott vacsorázni. Mondom neki, épp a Gyurcsányéknál vacsorázom. És Klára, a szakács.
Erre Szijjártó azt mondja, tudom én, mert tegnap vacsoráztam a Gyurcsányéknál. Holnap jó lesz, kérdeztem. Azt felelte, nem mert a kis Rogán a Gyurcsányéknál vacsorázik, de holnap után jó. Az Áder ugyan nem ér rá, mert a Gyurcsányéknál vacsorázik, de mindegyetlen is van szarva az egész úgy, hogy van. Na, soha nem felejtem el, különben még, ne vágj a szavamba, amikor Antal Józseffel együtt szaunáztam, és akkor egyszer azt mondta nekem a miniszterelnök, hogy Henrik, de így, hogy Henrik, nem akarsz te miniszterelnök lenni? Józsi, mondom, ahhoz én túl szerény vagyok. Hát tulajdonképpen ennyi volt, találkozunk egy hét múlva majd új vendégekkel, viszontlátásra. Jók voltunk, nem? Vagy... Gyerekek, van a stábban egy nő, aki lefeküdne velem, vagy? Szózó már kalkulál a talaj egyenletetlen, egyenlet, ezt majd kifogom mondani, egyenletlenségeivel is. Tudjátok, hány fekete harisnyám volt nekem? Legtöbbet a fejemre húztam, de ez... Itt van egy a Német Tudományos Intézet által bevizsgált szar. Szerintem... Jó. Bocsánat. Jó. Ez az alfa szorzata pi-vel osztva 3,12, 3,12... Nem, álljunk meg, mert össze-vissza beszélek. Tényleg. Ma borult idő várható. Orbán Viktor tájékoztatott. Akkor minek hívott, elveszi a lehetőséget, fél lábom a világ. Londonban az aranyhalál idősek otthonában feltételezhetően drogtulajdon... Ajándékba kap egy! Ki a fenét érdekel csomagot, amellyel bárkit gátlás nélkül patint! Bocsánat. Viszontlátásra. Nem szándékos volt, komolyan. Esküszöm, hogy nem.